Köszöntök mindenkit, Péter Fanad. Szeretném legelsősorban is megköszönni azt a lehetőséget, hogy ezt a jubileumi 20. évfolyamot, a Gömöri Magyar Kulturális Ünnepének 20. évfolyama itt Péter Fanad tudtuk megszervezni, ezért hálásak vagyunk. Nem kevés munkába került, de szerintem amit tudtunk, megtettünk. Szeretném köszönteni a helybeli, vagy a helyi vendégeket, Úr Csillag, elnökasszonyt, a Rimaszombati Törölti Választmány elnökasszonyát és a választmány jelenlévő tagjait, Balogh Alma urat, a Csillagok Közép-Szlovákiai elnökét, anyaországi testvérközségünk, Dedkösség küldöttségét, Fede Sándor polgármester úr vezetésével, környező községek polgármestereit, akik megtiszteltek bennünket a jelenlétükkel, a családok szervezetének az elnökeit, a családok szervezetek tagjait, és minden olyan ellenlevőt, aki úgy gondolta, hogy ezt a mai napot a körünkben el tudja és el kívánja tölteni. Megragadnám a lehetőséget és az alkalmat, hogy köszönetet mondjak mindazon embereknek, azoknak a péterfali lakosoknak, akik nem napok, de hetek óta készültek erre az alkalomra, szívüket, lelküket beletették, és kérem önöket, ők most nem fognak itt szerepelni, nem lesznek a színpadon. Ők most is végzik a munkájukat. De hogyha majd önök a tapsaikkal megtisztelik a fellépő csoportokat, azoknak a társoknak egy kis része szóljon ezeknek az embereknek is, köszönhetünk. Én csak ezt kérem önöket. Végezetül még annyit mondok, Isten hozta önöket Péterfalon, érezzék magukat jól, érezzék magukat otthon. Köszönöm szépen polgármester úrnak a kedves fogadtatást. Isten hozott minket, szívesen jöttünk, és remélem jól is fogjuk magunkat érezni. Nagy szeretettel üdvözlöm én is a két kedves péterfalaiakat és a meghívott vendégeket. Köszöntöm azokat is, akik nem a falu szülöttei vagy lakosai, mégis úgy gondolták, érdemes ez rá mai napra ellátogatni ide. A barántások ajkáról, vagy a barántások vezetőjének, vezérének az ajkáról elhangzott egy olyan mondat, amit már előttem szólók is ismételtek, én újra megismételném. A hagyományokat nem ápolni és őrizni kell, a hagyományokat megélni kell. A Gömöri Magyarok kulturális ünnepélye ezzel a céllal jött létre 20 évvel ezelőtt. Az ember az emlékeiben keresgélve visszaemlékszik erre a 20 évvel ezelőtti tudomásom szerint és emlékeim szerint Serkélyben megrendezett első Gömöri Magyarok kulturális ünnepélyére, aminek szintén az volt a célja, hogy találkozzanak olyan kultúrát szerető és kultúrát művelő emberek, akik Kisgömörünknek a falvaiban élnek, akik szeretik az énekszót, akik szeretik a táncot, szeretik a magyar nemzetük minden egyes megmozdulását. Én nagyon örülök annak, hogy az első Gömöri Magyarok találkozóján ugyanígy színpadon állhattam, akkor éppen konferenciér szerepében, és akkor talán még nem is bíztunk, nem is reméltük annyira, hogy 20 éven keresztül találkozhatunk majd asszonykórusainkkal, énekkarainkkal, táncosainkkal, és szép felvidékünk egyes falvaiban örömet szerezhetünk mindazoknak, akik eljönnek, akik szeretik a magyar népdalt, akik szeretik a szép magyar táncokat, és akik örülnek, ha barátokkal, ismerősökkel, vagy akár új arcokkal is találkozhatnak. Én bízom abban, hogy ez a 20. jubileuminak nevezett magyar ünnepély nem utolsó lesz, hanem egy új korszak megnyitója. Bízom abban, hogy Péterfalán máskor is találkozunk még hasonló ünnepek alkalmával, és polgármester úr szavaira visszakötve mindaz, ami
a Péter falai asszonyok, emberek munkája az itt látható. Csodálatosan szép kézmunka, csodálatosan szép tájház jellegű bemutató az előcsarnokban. Én csak azt tudom kívánni, hogy ez a tájház jellegű bemutató költözzön át abba a faluházba, ami ennek a községnek vágya, ha jól gondolom, hogy létrejöjjön, és látogathassuk gyakran, nem csak ilyen ünnepek alkalmával, hanem egyéb találkozásokkal is. Én kívánok mindannyiuknak nagyon kellemes szórakozást, jó időtöltést a mai délután folyamán, és kívánom azt, hogy a fellépők öröme szálljon át mindannyiunkra. Kellemes szórakozást, jó időtöltést kívánok!